Kicsit össze-vissza van a jegyzetem. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a Percy Jackson sorozat negyedik részéről fog szólni, mármint a tévésorozaté, nem ennek a sorozaténak. Ja, de pont látjátok a negyedik részt. Oké. Szóval, félúton járunk a Percy Jacksonos Disney Plus-os sorozat első évadának részeiben, ugye 8 rész lesz összesen, és most volt a negyedik rész, mire ez a videó kimegy, pont kint lesz már az ötödik, mindegy, szóval pont így hét lemaradásban vagyok, ugye, ahogy csinálom a videókat, meg kiteszem. Ez a rész volt az a rész, amikor az Echidna megtámadja őket, és a St. Louis Diadalív Eve, nem tudom már mi volt pontosan a magyar neve annak az épületnek, ugye a St. Louis Archhoz mennek, és ugye ott harcolnak a Kimérával, és Percy beleesik a folyóba. Nagyjából egyébként ez volt minden, ami történt ebben a Percy Jackson részben. Az első dolog, amit megjegyzek, hogy nagyon durva rövid volt. Mármint nyilván érthető gyereksorozat, és a gyerekeknek tök más a figyelem idejük, amire figyelni tudnak. Tudom, hogy én nyilván, mivel Percy Jackson, órákon át tudnám nézni, hogyha egy órás részek lennének, de egyébként azzal, hogy így pörgetik a részeket, és rövidek, és pak-pak-pak történnek az események, igazából ez visszaadja a könyvet, mert annak is a tempója ugyanilyen. A részelején volt egy ilyen, tök jó keretbe zárták ezt a részt, mert hogy a részelején volt egy ilyen flashback, amikor Percyt úszni tanította az anyukája, és amit ott mondtak neki ez a lélegez, az visszaköszönt a legeslegvégén is a résznek, amit ilyen kicsit cliffhangeresen oldottak meg. Nyilván, hogyha az ember olvasta a könyvet, akkor tudja, hogy ott igen, Percy tud lélegezni a víz alatt, meg akár el is tudja érni, hogy ne legyen vizes, ha beleesik a vízbe, meg ilyenek. Szóval azzal ért véget a rész, hogy mondja neki ez a najád a vízben, hogy lélegez. És ez egy ilyen nagyon szép kis keretet adott az egésznek. Ez tényleg egy nagyon, ez egy hát azt hiszem hivatalosan 33 perces rész volt, na most ugye az elején van az előző részek tartalmából rész, a végén meg a főcím, tehát így nem volt kb. 30 perc az egész rész, nagyon gyorsan el is telt, ami engem kicsit szomorúvá tett, mert nyilván nagyon sokáig tudnám nézni, de hát most ez egy ilyen, ez egy gyereksorozat. Szerintem sokan elfelejtik, hogy a fő, oké, hogy nyilván ugye ezt egyrészt a fanoknak is csinálják, de másrészt ez egy gyerekeknek szóló sorozat, és a gyereksorozat epizód részek nem szoktak egy órásak lenni, szóval ez valószínűleg bele van kalkulálva a hosszúságba, és ehhez képest kellett ugye leszabni az epizódokban az eseményeket. Oké, szóval ugye onnan indulunk, hogy ott vannak a vonaton, és a könyvvel ellentett itt is vannak változtatások, amikkel én nekem nem feltétlenül van problémám, mert úgy vagyok vele, hogy igen, nyilván egy adaptációban valahol biztos lesznek változtatások, tehát tényleg nem tudják 100%-osan copy-paste-elni az egészet, főleg, hogy ugye E/1-ben megy a könyv és Percy narrációját nem tudják végig alá mondani, mert akkor gyakorlatilag egy hangos könyv lenne ez a film, vagy egy sorozat. Szóval vannak változtatások, amiket én nem feltétlenül bánok, főleg azért, mert 4 darab részt láttunk eddig, ugye? Tehát még van 4 részünk, és én arra gondolok, hogy valószínűleg, hogyha valami olyan változtatás, hogy mondjuk még ezen a ponton nem értjük, hogy miért változtatták még erre, még van 4 rész, hogy visszacsatoljanak oda, és akkor megértsük egyben az egész első évadot, hogy ez ezért volt így. Szóval én addig egyik változtatásra sem mondanám rá, hogy ez rossz volt, amíg nem látjuk egyben, hogy mit hoztak ki az első évadból. Meg valószínűleg vannak dolgok, amik alapozásnak lent vannak mondjuk betolva egy következő évadra, mert potenciálisan lesz következő évad. Elméletileg én úgy tudom, hogy ez volt a Disney Plus-nak a legdurvábban indító sorozata, tehát az első 2 epizódot ilyen rekordmennyiségű ember nézte, amikor kijött. Szóval reméljük, hogy ez azt jelenti, hogy kapunk több évadot. A fő esemény sorozat egyébként ugye ebben a részben ennél a St. Louis Arch, az Eve-nél volt, ami ugye mindenki azt várta, hogy ugye Rick Riordan a könyvekben elfelejtette, hogy nem a folyó nem az ív alatt megy, hanem a folyó az, így van az a diadalív, és itt van a folyó, és ugye Percy a könyvben innen beleugrik a folyóba. Na most a valóságban ez egy 300 méteres ugrás, és egyébként ezt tök jól megoldották, tehát van egy ilyen pillanatnyi jelenet, amikor látszik, hogy a folyóból kijön egy ilyen
víznyalábtól valószínűsíthetően az belehúzza a vízbe, hogy ne legyen palacsint a szerencsétlen gyerekből. Ebben a részben is már így érződött, hogy Percyből jön ki a 12 éves gyerek, kamasz gyerek. Nagyon élezik ki az egészet arra, hogy mármint a spoiler, hogyha valaki nem olvasta a könyveket, de én ennél a kibeszélős részénél én arra alapozok, hogy azért az első könyvnek a sztoriát nagyjából ismerik az emberek. Tehát szerintem, de ezt Emmával is beszéltük, hogy nagyon mutatják azt, hogy Percy simán állhatna Luke oldalára a könyv végén, tehát hogy ugye folyamat szapulja az isteneket, hogy miért nem foglalkoznak a gyerekekkel, ugye itt ebben a részben is folyamat kihangsúlyozó, hogy Poseidon soha semmiben nem segített neki, ami olyan szívtörő pillanat volt, hogy Annabeth meg azonnal az anyja így bedobta a busz alá gyakorlatilag, mert hogy elküldték a medúza fejet, tehát hogy így tehát nagyon durván tényleg építik föl ezt, hogy Percynek nagyon könnyű lenne meghozni azt a döntést, hogy az istenek ellen forduljon. Szóval ez egyébként valahol nekem nagyon tetszik, mert szerintem én ezt nagyon sokszor láttam már a sorozat előtt is, hogy egyébként Percynek minden oka megvolt arra, hogy utálja az isteneket, meg nem a kedvencei, de hogy ellenük forduljon és mégse teszi meg. És az az egy döntés az, ami igazából ugye megkülönbözteti Luke-tól. Szóval kíváncsi vagyok, hogy ezt még hogyan fogják tovább építeni. Egy dolgot láttam, amire én eddig nem gondoltam, de láttam, hogy valaki rámutatott, hogy még sehol nem hozták be az ambróziát és a nektárt. Sehol. Egy darab szó említés nem volt ezekről, ami kicsit nekem fura, hogy csak így futólag is, hogy főleg ebben a részben ugye a kiméra megszúrja Percyt, és akkor így megmérgezi. És hogy ott is például lett volna egy fél jelenet, vagy egy fél pillanat erejéig, hogy megpróbálják ambróziával etetni, vagy valami. Nem tudom, ez biztos valami egyéb döntés volt, vagy hogy ezzel még később fognak-e valamit kezdeni. Azt tudom, hogy én a filmekben azt utáltam, hogy a második filmben random behozták, hogy ez valami üccs, és így nem tudom, hogy volt a szlogánja, hogy amíg nem kóstoltad, nem érted. Tehát ilyen nagyon bénán hozták be, úgyhogy akkor inkább ne hozzák be az ambrózia dolgot egyáltalán, mert hogyha valahogy így akarják, az no. Na mindegy, szóval ez csak egy ilyen érdekes dolog, hogy erről még egyáltalán nem esett szó. Nagyon cuki volt, hogy majdnem a barátjának nevezte Annabeth-t. És a következő rész lesz a szerelmi alagutas, hát vagy árészos küldetéses rész. Percybeth. Úristen, a Percybeth editek TikTokon. Jesus, túl jók. Ugye említették Pánt is, ami ilyen tök jó kikacsintás volt, és a kentaurok. Azt hiszem az első részben is, hogy így Percy, hogy nézelődik a vonatból, benne volt, hogy már mint a könyvben, hogy így látott random lényeket, szóval így a kentaurokról is, meg Párról is említés volt. Grover karakterét is szerintem egyébként nagyon erősen alapozzák, mert hogy ugye folyamat ez a hogy természetbarát. Grovernél tudjátok, mit hiányolok? Még nem nasizott konzervdobozt. Még nem nasizott konzervdobozt. Az még jó lenne. Ha nasizna egy konzervdoboz, szóval így ez se volt benne. De ez... Nem tartom ezeket akkora hiánynak azért, értitek? Tehát mint hogyha nem tudom, hogy random, vagy mint hogyha egy szereplőt kihagytak volna teljesen a storyline-ból, tehát hogy ez nem olyan, csak így említés szintjén, hogy valóban ezeket egyelőre kihagyták. A pillanat... Én amúgy egy pillanatra komolyan azt hittem, hogy azt fogják csinálni, hogy Annabeth fog fönnmaradni megküzdeni a kimérával, tehát olvastam a könyvet, és tudtam, hogy mi lesz, de hogy így nagyon nem, valahogy nem tudom, nem láttam jönni, mikor Percy adja oda a kardot Annabeth-nek, hogy ezzel harcoljon, és így eltem, hogy mi, és annyira menő volt, hogy behúzta Annabeth-t, és rájuk zárta az ajtót, ugye a könyvben is alapból ez nem így volt, hanem úgy volt, hogy csak fönt ragadt kimérával együtt, mert érezték, azt hiszem, hogy van ott egy szörny, és akkor elkezdtek lemenni, és nem fért Percy már be a liftbe, Annabeth-szel meg Roverre, és akkor mondta, hogy majd megy a kövi körre, de közben megtámadta a kiméra, és ugye a könyvben eleve ugrott, itt pedig már eleve meg volt mérgezve, és ugye szegény, így kb. A halálán volt alapból, és ő leesett, az Echidna csinált egy lyukat a padlózatba, és akkor azon esett ki Percy bele a vízbe. Mármint, hogy behúzta a víz a folyó magába, mert amúgy
fűre esett volna, így nem tudom, 300 méter magasból, vagy nem tudom, hogy 192 méter magas, azt hiszem, 190, valamit magyarázott Anna Bess, csak... Mert úgy ugye itt eredetleg az volt, hogy mint hogy ez egy ilyen nagy építészeti remekmű, ezért biztonságban lesznek az Echidnától, de nem voltak biztonságban, mert hogy Athéné megsértődött, hogy vagy a büszkeségét megsértették azzal, hogy fölküldték a medúza fejet, és ugye igazából Percy küldte, de hogy Anna Bess hagyta. És ez a másik, hogy ez egy nagyon, erre voltak ilyen párhuzamokat, így láttam, hogy az emberek az előző részre a medúzásra mutattak. És ezt mondom, hogy addig én nem fogok fújni egy változtatásra, még nem látom, hogy mivel hozzák összefüggésbe. Mert ugye a medúzás epizódban így beszéltek arról, hogy az Athéné megátkozta medúzát, pedig amúgy kb. Ő volt az áldozat a szituációban, és hogy ő is olyan volt, mint Anna Bess, hogy istenítette Athénét, és ezt tette vele. És ugye Anna Bess is teljesen hisz az anyjába, meg az istenekbe, hogyha te törődsz velük, áldozol nekik, akkor segítenek. És ugye erre alapoztak, hogy majd az anyja segít nekik, és mivel Percy fölküldte a medúza fejet, így Athéné föltette a kezét, hogy jó, hát akkor bemehet Echidna, mert hogy elvileg szörnyek így nem mehetnének be, mert ez egy ilyen oltárként szolgál. Na. Szóval ebből a szempontból nekem tök tetszett ez a változtatás, hogy így nagyon mutatják azt, hogy az istenek milyen szemetek a saját gyerekeikkel is, és szerintem ebben lehet az is benne van, hogy elkezd szimpatizálni azzal az ötlettel, ami Luke-ot végül is átcsábítja a sötét oldalra, úgymond, ugye? Tehát, hogy itt nagyon erősen mutatják azt, hogy amúgy valid érvei voltak Luke-nak, csak nem a megfelelő eszközöket választotta. Mert ugye az egész sorozat végül is arra fut ki, hogy validak voltak az érvek, és ezért veszi rá Percy a legeslegvégén arra az isteneket, hogy ne őt tegyék, tehát hogy elutasítja az Isten létet, és helyette azt mondja nekik, hogy helyette klémeljétek a gyerekeket, meg a kisebb isteneknek is legyenek bungalója a félvértáborba, és ne hagyjátok, hogy újra idáig fajuljon a helyzet. Tehát, hogy ez erre nagyon tudatosan építenek, és ez látszik. És oké, hogy emiatt mondjuk csinálnak változtatásokat, de egyébként egyelőre én nem panaszkodok ezek miatt. Néztem interjút egyébként, nagyon vicces, mondta Walker Scobell, hogy folyamatosan őt így befestették sokkal, hogy sokkal lebarnultabb legyen. Tehát, hogy nagyon sok smink volt rajta általában. És hogy pont ennél a jelenetnél, ennél a résznél nem kellett kisminkelni, hogy gyakorlatilag kicsit a szemei alá festettek táskákat, mert hogy alapból annyira hullafehér a gyerek, hogy visszatükrözi, ja, mert hogy visszatükrözi a fényt, ez a probléma, és ugye azt így nem lehet rendesen felvenni, ezért kellett sötétíteni rajta, vagy lesminkelni. És egy annyira hullafehér, hogy mivel itt ugye betegnek kellett lennie, ezért nem kellett rajta sminkelni, mert hullafehér volt. És ez nem tudom, tehát ez valamiért szerintem egy nagyon vicces dolog. Nem tudom, annyira. Egyébként szerintem, hogyha valaki még mindig kételkedik a színészekben, nézzen velük interjúkat. Tehát, hogy imádnivalóak. Tényleg nézzetek velük interjúkat, oké, tudom, azok ugye angolul vannak, és nem valószínű, hogy van hozzá magyar felirat, de zsenik ezek a gyerekek, imádom őket. Tehát annyi interjút látok velük, és mindegyiken olyan kis viccesek, és annyira hozzák így a való életben is szerintem így a karaktereket, szóval nagyon kis cukik. És nagyon imádom. Egyetlen dolog, ami miatt aggódom, hogy ugye nagyon rövidek a részek, és szerintem ugye a következő rész lesz ez a zárészos küldetés, de hogy ugye itt még ott van az, hogy Percy kijön a vízből, elvileg ugye megkapja azt a három gyöngyöt, amivel haza tud menni. Szóval még annak is meg kell történnie, el kell menniük valameddig, mert nem emlékszem, hogy Árész az pontosan hol találja meg őket, de ugye Árésznak megcsinálják a küldetést, a Love Tunnel-eset a vízi vidám parkban. És talán az lesz szerintem az epizód része, hogy beteszi őket abba a szállító kocsiba, ami Vegasba megy. Mert hogy a hatodik rész lesz a Vegasos rész, ami pont láttam, hogy állítólag az valami musical rész lesz, ami miatt nem tudom egyelőre, hogy hogy érzek, mert nem tudom. Nem, majd ha odaérünk, akkor nyilvánítok róla véleményt. Szóval hogy nagyon sok minden fog történni a következő részben, és az sincs 40 perc. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen lesz. A másik, igen, őszintén szóval a kimérés harcjelenet se volt olyan hosszú, mondjuk Percy épp a halálán volt. Az mondjuk tetszett, hogy ugye attól, hogy így megsuhintotta párszor a kardjával, még nem lett semmi baja a szörnek magának. Szóval
Tehát, hogy így látszott, hogy ezt a harcot így Percy nem megnyerte gyakorlatilag. Én egyébként gyanítom, hogy az árészos harcjelenetre gyúrnak, hogy az lesz egy olyan igazi harc-harc, mert tényleg, hogyha alapvetően kb. Minden epizódban van valami harcjelenet, és ha minden epizód fele azzal menne el, hogy kardoznak, az rohadt unalmas lenne gyerekeknek is, mert ugye gyerekek a fő célpontjai ennek a sorozatnak, ugyebár. Úgyhogy, ja, ez most jó hosszú epizód lett, de hogy szóval nagyjából ez volt akkor a negyedik rész. Őszintén, tehát én továbbra is teljesen elégedett vagyok az egésszel, és kíváncsian várom, hogy hogyan megyünk tovább. Kíváncsian várom, hogy mikor hozzák be, hogy Gabe gyakorlatilag ugye Percyre van gyanúsítva az anyjának az eltűnése, meg ugye a kocsi összetörése, tehát hogy igazából még azt se hozták be. Azt hiszem, talán erre a pontra ez már mintha bejött volna, de lehet, csak a következő résztől, úgyhogy még meglátjuk, hogy ezzel is mit fognak csinálni, és hogy fogják kezelni, mert a Gabe utálat annyira még nem ütött be egyelőre. Na mindegy, de még van 4 epizód, amiben építetnek dolgokra, és szerintem például azt a részt egy az egybe szerintem ki fogják hagyni, amikor Los Angelesben vannak, és bemennek ahhoz a csávóhoz, aki kinyújtaná őket az ágyra. Szerintem az így külön amúgy ki fogják hagyni egy az egyben. Már csak azért, hogyha így nézem, hogy hol tartunk, és azért már most is ugye hagytak ki pár dolgot, tehát ami mondjuk annyira nem eszenciális. Bár mondjuk abban a részben Percy nagyon ijesztő tudna lenni, de lehet pont ezért hagyják ki, hogy ne legyen még túl ijesztő. Várom a következő részt is, most már bejön A rész is, és nagyon kíváncsi vagyok, hogyan fog folytatódni. Én továbbra is elégedett vagyok, nyilván kicsit rosszul esik, hogy olyan gyorsan vége van egy-egy epizódnak, de hát ez van. Remélhetőleg elég jól fog menni ahhoz, hogy megújítsák újabb évadokra, és kapjunk újabb évadokat, mert nagyon-nagyon-nagyon jó lenne. Nagyon jó lenne. Úgyhogy én eddig nagyon szeretem ezt a sorozatot. Kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyennek találtátok ezt a legutóbbi részt. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!